Ismét ultimátumot adott Moszkva a mariupoli acélgyárban körbezárt ukrán védőknek. Ha életben akarnak maradni, akkor délutánig le kellene tenniük a fegyvert. Az üzem környékén humanitárius folyosókat is nyitottak, az oroszok, illetve az ukránokkal is megállapodtak egy a városból kivezető biztonságos útvonalról a civilek számára. Közben kijevi jelentések szerint fokozódik a harcok hevessége Kelet-Ukrajnában, de az oroszok egyelőre nem tudtak jelentősen előre nyomulni. Szellemvárossá változott Ukrajna második legnagyobb települése. Az ország keleti részén fekvő Harkivban már alig látni valakit a romos épületek között. A lakosság nagy része elmenekült a rendszeres bombázások miatt, aki pedig maradt, az is az óvóhelyekre húzódott. A mi házunkban szerencsére senki nem próbált a lépcsőn elmenekülni a bombázás alatt, mivel mindent beborítottak az üvegszilánkok. Sokan megsérülhettek, vagy akár meg is halhattak volna. A 9. emeletet érte találat, az egész szint megsemmisült, de szerencsére nem volt tűz, mondta egy asszony. A környéken azonban így is többen megsérültek a keddi légitámadásokban, legkevesebb 5 ember életét vesztette. Ukrán jelentések szerint a héten nem csak Harkivot támadják hevesebben, hanem a Donyec-medencében és az ország középső részén fekvő Dnyipro régióban is többet bombáznak. Az ukrán vezérkör szóvivője arról számolt be, hogy a fokozott támadás ellenére az oroszok nem értek el jelentős sikereket. Az elmúlt 24 órában csapataink visszaverték az orosz megszállók támadásait a Donyeck és Luhanszk régiók területén. 28 páncélos és 2 egyéb járművet, 12 tankot, valamint egy tüzérségi rendszert semmisítettek meg, nyilatkozta az ukrán fegyveres erők vezérkarának szóvivője. Az orosz védelmi minisztérium közben arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán több mint 1000 ukrán katonai célpontot semmisítettek meg. A jelentés szerint célpontjaik között volt 106 lőállás, 31 parancsnoki állomás és több mint 900 erődítmény. A légitámadásokban Moszkva szerint ukrán katonákkal is végeztek. Az orosz fegyveres erők folytatják a különleges katonai műveletet Ukrajnában. Egy nagy pontosságú rakétacsapással mintegy 40 ukrán katonát öltek meg, és 7 felszerelési egységet semmisítettek meg Novovoroncovkában és Kiszelivkában. Az orosz légierő pedig Ukrajna 73 katonai eszközére csapott le, fogalmazott az orosz védelmi tárca szóvivője. Közben az ENSZ főtitkára kedden humanitárius tűzszünetet kért, hogy a polgári lakosság elhagyhassa az ostromlott városokat. A kimenekítést szerint az ortodox húsvét idejére kellene időzíteni. Egy 4 napos humanitárius szünetet kérek, amely nagy csütörtökön kezdődik, és április 24-ig húsvét vasárnapig tart, hogy lehetővé váljon egy sor humanitárius folyosó megnyitása. Ezzel 2 kulcsfontosságú követelmény teljesülne. Először is minden olyan civil biztonságos utazása, aki hajlandó elhagyni a jelenlegi és várható konfrontáció területét, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával egyeztetve. Másodszor egy tűzszünet lehetővé teszi az életmentő humanitárius segélyek biztonságos eljuttatását a harcoktól leginkább sújtott területekre, javasolta António Guterres. A BBC azonban szerdán arról számolt be, hogy Oroszország elutasította ezt a javaslatot. A moszkvai védelmi minisztérium azonban biztonságot és szakszerű orvosi ellátást ígért azoknak az ukrán csapatoknak, amelyeket a mariupoli Azovsztál acélműben zártak körül. Ennek feltétele az, hogy közép-európai idő szerint délután 1-ig leteszik a fegyvert. Az üzemből 3 humanitárius folyosót nyitottak meg, és ennek biztosítása érdekében az Azovsztáltól visszavont orosz és donyecki szakadár erőknél teljes fegyvernyugvást rendeltek el. Az ukránok szerint a gyárban a katonák mellett több mint 1000 civil is tartózkodik. A két fél közben egy Mariupolból kivezető humanitárius folyosóról is előzetes megállapodást kötött, ez alapján 90 buszt küldenek a városba. A tervek szerint mintegy 6000 nőt, gyermeket és idős embert evakuálnának.